Jó napot kívánok! Folytatjuk a virtuális kalandozásunkat a Kunsthistorisches Múzeumnak a gyűjteményében. És a mai alkalommal a holland festészet egyik legnagyobb alakjának, Johannes Vermeernek a művével, a múzeum egyik büszkeségével fogunk megismerkedni. A múlt alkalommal megismert hatalmas Rubens képeknek a termein áthaladva jutunk abba a kisebb kabinetbe, amely a 17. századi holland festészetnek a remekeit mutatja be. De nem csak a kiállítási tér más, hanem az a világ is, amelyik a holland festményeken feltárul. Azok után a monumentális, heroikus nagy vásznak után, amelyeket Rubens műveiként megismerhetünk, itt nyugalmas és bensőséges közegben találjuk magunkat. Itt csak néhány képpel érzékeltetném a múzeum holland gyűjteményéből, hogy milyen is ennek a művészetnek a karaktere. Ugye a hollandok a mindennapi élet képeit, jeleneteit örökítették meg, megkapó realizmussal, és a műfajoknak a sokassága jellemzi ennek a vidéknek a 17. századi művészetét. A zsánerképeket, interiőr jeleneteket, portrékat, tájképeket, csendjeleteket láthatunk. Ez egy olyan dolog, ami persze Európa szerte elterjed, de mégis van azért egy döntő különbség, hiszen még Itáliában, vagy az itáliai művészet elméletet elsajátító olyan művészeknél, mint Rubens, az emberi test és az emberi szenvedélyek megjelenítése állt a fő helyen, tehát a vallás, a történelem, az irodalom hőseit, a nagy eszméket látjuk ezeken a hatalmas vásznakon. A holland művészetnek nagyon más a karaktere, ők ábrázolnak minden egyebet, amit csak a természetben vagy a környezetükben megtalálható, mégpedig azt is mondhatjuk, hogy pontosan és válogatás nélkül, realista szemlélettel. A korszak holland festészetének egy másik alapvető vonása, hogy ezeknek a témáknak, műfajoknak megvoltak a maga specialistái. A holland festők többnyire nem konkrét megbízásokra dolgoztak, hanem inkább a szabad piacra, és egymással is versengeniük kellett a vevőknek a kegyeiért. És mindegyik festő igyekezett kialakítani a maga jól felismerhető festői arculatát, amire egy sajátos témakör, tehát még csak, tehát nem is pusztán műfaj, hanem még a műfajon belül is bizonyos témaköröknek az ábrázolása, és egy nagyon jellemző stílus volt a saját. Tehát minden egyes festőre jellemző egy bizonyos témakör és egy bizonyos előadásmód. Johannes Vermeer ugye elsősorban interiőr festő volt. Az interiőr ábrázolás az egy olyan műfaj, ami rokon a zsánerkép festészettel, tehát ezeken a képeken is a zsáner festményeknek, az életképeknek a jellemző figuráit, jeleneteit láthatjuk. De abban különböznek, hogy az alakokkal egyenrangú témája a képeknek maga a tér is, amiben a figurák elhelyezkednek. Tehát az interiőrben elhelyezett alakok és tárgyak együttese jelenti a képnek a témáját. És Vermeernek például csodálatos érzéke volt ahhoz, hogy az ablakon beáradó szórt fénynek a nagyon finom hatásait adja vissza ezeken a képeken. Ugye bal oldalt a londoni Buckingham palotában található Zenelecke című képét látjuk, jobb oldalt pedig az amsterdami Rijksmuseum gyűjteményéből a levélolvasónő. Tehát ezek a nagyon finom fényhatások, amelyek eloszlanak a szobában, sőt, még szinte a szobának a levegőjét is képes volt megfesteni. Ahhoz képest, hogy ő az egyik legnagyobb alakja, hát nem csak a
holland festészetnek, hanem az egész barokk festészetnek, sőt az európai művészetnek is. Nagyon keveset tudunk az életéről. Tulajdonképpen egy bekezdésben összefoglalható mindaz, ami életrajzi adatként ismeretes róla. Delft városában élt, 1653-ban nyert felvételt az ottani Szent Lukács székbe, és ugyanebben az évben vett feleségül egy jómódú katolikus lányt, és a festő családjával együtt az anyósának a házában élt. A művésztársai 1662-ben és 1770-ben is a helyi Szent Lukács széknek a vezetőjévé választották, ami mutatja azt, hogy megbecsülték őt a festő kollégái. És úgy tűnik, hogy a hírneve a szülővárosán túl is elterjedt, mert tudunk arról, hogy olykor felkeresték művészet kedvelők, tehát például egy francia és egy hágai utazónak a megjelenéséről maradt fenn adat, akik így hallottak az művészi eredményeiről, és szerették volna őt személyesen is megismerni. Az egyetlen kortárs kommentár a festészetéről ennek a bizonyos hágai látogatónak a naplójában olvasható, aki 1669-ben járt nála, és a feljegyzéseiben híres festőnek nevezte, és elsősorban a perspektíva tudását emelte ki. Meg még azt is leírta, hogy a képeinek nagyon magas az ára. Ezen kívül még azt is tudjuk Felmerről, hogy festményszakértőnek is tartották. 1672-ben egy festő kollégájával Hágába hívták, hogy szakvéleményt adjon egy eladásra kínált itáliai festménygyűjteményről. Ez a szakértelme egyébként onnan származik, hogy apjához hasonlóan műkereskedéssel is foglalkozott. Felmernek egyik képét sem dokumentálja forrás megrendelésként, tehát valószínűleg elsősorban helyi vásárlóknak a kis csoportja számára készítette az alkotásait. Tehát korán elismert tagjává vált a delfti művészközösségnek, és az ottani műgyűjtőknek a pártfogását élvezte. Ezek közül egynek a neve érdemel említést, Peter van Röjven, aki úgy tűnik, hogy a képeinek a megvásárlására előjogot élvezett, és tudomásunk szerint 20 képe is a tulajdonában lehetett. Tehát úgy tűnik, hogy olyan kedvelt a Felmernek a festészetét, és egy jelentős kollekciót halmozott fel az alkotásaiból. Most Felmer az e fajta vásárlóknak köszönhetően ismert műkereskedelemmel is foglalkozott, úgy tűnik, hogy állandó jövedelemmel rendelkezhetett, és ennek ellenére élete vége felé a pénzügyi helyzete drasztikusan romlott, de hát ez elsősorban a franciákkal vívott háborúnak a gazdasági következménye volt. Ezen kívül felesége és 15 gyermeke is nyilván nagy terheket rótt rá, amely gyermekek közül 11 még életben volt, amikor Felmer 1675-ben mindössze 43 évesen meghalt. Az is világos, hogy elég lassan dolgozott, tehát a munkamódszere jóval hosszadalmasabb volt az átlagosnál. Manapság összesen 35-37 festményt tulajdonítanak neki, és nem sokkal többről tanúskodnak a források sem. Tehát nagyon úgy néz ki, hogy az alatt a 20 alkotói év alatt, ami jutott neki, nagyjából 40 vagy 41 néhány festményt készítette, tehát kb. Évente 2 kép került ki a műterméből. A mai előadásnak a középpontjában ez a nagyszerű alkotás, a Festőművészet színű kép áll, amely a Kunsthistorisches Múzeumban található, amelyről elmondhatjuk, hogy nem csupán egy kép ebből az életműből, bár ez már önmagában is nagy szó lenne, hiszen nagyon kevés alkotását ismerjük a festőnek, hanem ráadásul ez az egyik legjelentősebb Felmer alkotás, és az európai festészet egyik főművének is számít. A művész mindössze 3 festményét látta el dátummal, és a képeinek a valószínű kronológiáját, azt magukból a művekből tudjuk inkább meghatározni, tehát a motivumoknak és a megoldásoknak a fejlődése alapján következtethető ki.
Ez a festmény 1666-68 körül készülhetett, tehát Vermeer érett korszakának az egyik legjobb periódusából származik. Mit is látunk ezen a képen? Az előtérnek az uralkodó motívuma, ez a súlyos függöny, amit kárpitnak is nevezhetünk, ennek az anyagnak a színét és a visszáját Vermeer ecsetje megkülönböztethetően a felületeknek a hihetetlenül finom visszaadásával jellemzi. A félrehúzott függöny mögött bőrborítású fa széknek a sötét foltja látszik, ami kontrasztban áll a fényben fürdő középtérrel. Ezt a motívumot, ezt az előtérbeli sötét motívumot Repoussoir-nak nevezzük, ugye ez az előtérben a kép szélén elhelyezett tárgyat vagy figurát jelenti, amelyet a festők árnyékba szoktak vonni, és a mögötte elősebben megvilágított térre nyitnak rálátást, és ez a sötét-világos kontraszt, ez felfokozza a térmélységnek az érzetét, ezt a barokk festők nagy előszeretettel szokták alkalmazni. Mögötte tárul fel ugye a műterem, gyönyörű, csiszolt, fekete-fehér mintás márványpadlót láthatunk benne, gerendás famennyezetet, a háttere pedig egy fehér fal alkotja, amelyre Hollandiának a nagyméretű kézzel színezett térképe van felakasztva. A mennyezetről pedig egy fényes sárga részcsillár lóg le, amelyet legfelül kétfejű sas díszít. Ezt a helyiséget szórtfény világítja be, mint Vermeer legtöbb festményén, ezen is egy balról látható ablaknyíláson áramlik be a fény, magát az ablakot ugye nem láthatjuk, ezt eltakarja a szemünk elől a kárpit. A festménynek a középterében, ezen az alacsony széken ülve láthatjuk a festőt munkaközben, az állvány előtt dolgozva, hátat fordít nekünk, mégis érezzük, hogy milyen koncentráltan figyeli a modellt. A figura fejét díszítő babér koszorú egyik levelén dolgozik éppen. A festőnek az ecsetet tartó jobb keze festőpálcán nyugszik, de ebben a pillanatban nem fest, hanem a modell felé fordul, ezt a hajának az esésén lehet nagyon finoman érzékelni. Maga a modell, akit fest, egy ovális arcú göndörhajú lány, aki szemét lesütve áll előtte, kék köntöst visel, ami bő redőget vett a teste körül. Attribútumai alapján Clio-val, a történetírásnak a múzsájával lehet azonosítani, kezében könyvet és trombitát tart, a fejét babérkoszorú övezi. Ezeket az attribútumokat Cesare Ripa 1593-ban megjelent Ikonológia című munkája alapján lehet azonosítani. A kötet magyar fordításának a címlapját mutatom itt. Ez a híres könyv jelképes ábrázolások, allegorikus alakok, personifikációk leírását tartalmazza. Ripa a festőknek szánta ezt a kézikönyvet, ez egy képi szimbólum gyűjtemény, amely az antikvitás óta felhalmozódott tudást összegyűjtve, rendszerezve az elvont fogalmaknak az ábrázolásában kíván egyfajta útmutatást nyújtani a művészeknek. Ripának a sok kiadást megélt kötetét 1644-ben holland nyelvre is lefordították, és szerte Hollandiában elég széles körben ismerté vált. Ripa szerint ezek a kellékek fejezik ki, hogy a történetírás az emberi hírnévnek a megőrzője. Cliót azért kell trombitával ábrázolni, mert idézem a jeles emberek cselekedeteiről az általa megszólaltatott dicséretet jelenti a trombita. Ripa azt is elmagyarázza, hogy a múzsa neve a görög Klea vagy Kleó szóból ered, ami dicséretet, illetve dicsőséget jelent. Babér koszorúja azt mutatja, hogy ahogyan a babér mindig zöld marad, hosszú időn át friss marad, ugye a történetírásnak az érdeméből
örök időkig élnek az elmúlt és jelenbeli dolgok. A kezében tartott könyv pedig a jeles történetíróknak a műveit jelképezi, akik a múltnak az eseményeit megörökítik. A nőalak előtt egy asztalt láthatunk, amelyen műtermi kellékek módjára különféle tárgyak sorakoznak. Látunk ott egy gipszfejet, egy vaskos könyvet, kinyitott rajzmappát, színes selyemkendőt, amelyek valószínűleg együttesen a művészeteknek az attribútumai, tehát a vaskos fóliás a festészet elméleti megalapozására utal, a 15. század óta létező festészetelméleti munkákra, perspektíva traktátusokra utalhat. A gipszfej, a maszk a festészetnek az utánzó jellegére, a mappa a rajzra, a rajzolásra, mint valamennyi ábrázoló művészetnek, így a festészetnek is az alapjára. A tarka kendő pedig a színezésre, ezek tehát ugye a festőnek a mesterségbeli tudását is jelképezik, reprezentálják. A képen a festő és rajzolással kezdi a munkát, a lealapozott vásznon fehér krétarajzzal van felvázolva az alap, tehát egy nagyon vékony vonalrajz adja meg a figurának a kontúrjait, és most kezdi ugye színekkel kidolgozni, most kezdi el festeni a nőalak fejét díszítő babérlevelet. A festményről fontos megjegyezni, hogy korabeli említés is történik róla, és ez a bizonyos a festőművészet cím, ez Fermer özvegyének a levelében olvasható, tehát úgy tűnik, hogy ezzel az elnevezéssel emlegették a képet. És ez is mutatja azt, hogy nem egyszerűen egy műterem ábrázolásról van szó, hanem a festőművészetnek az ábrázolásról, a festőművészetnek az allegóriájáról. Tehát ez az általánosabb jelentésű cím is utal arra, hogy nem egyszerűen egy műtermében dolgozó festőről festett zsánerkép. Bár elképzelhető, hogy a festményen látható festő az maga a művész, tehát hogy Fermer önmagát örökítette meg a képen, de az alkotás mégsem egy arckép, hanem olyan allegorikus kompozíció, amely tehát a festészet művészetének állít emléket. Hogy a képnek a motivumait és ezeknek a motivumoknak a jelentését megértsük, nézzük meg azt, hogy hogyan is ábrázolták a festő mesterségét a korszakban más alkotók, illetve milyen képzetek éltek a művészi alkotással kapcsolatban a 17. században. Fontos megjegyezni, hogy a művészetnek a mai értelemben vett fogalma ekkor még nem létezett, és a festőknek a státusza is társadalmi és szellemi értelemben is sok tekintetben ellentmondásos volt ebben az időszakban még. Ez nagyrészt annak köszönhető, hogy a klasszikus ókorban a festőkre és a szobrászokra egyaránt általánosan a mesterember megjelölést használták, és ez az alacsony társadalmi helyzetükre utal. Ugye ez az ókorban azt a megvetést fejezte ki, amivel a kétkezi munkát illették abban az időszakban, megkülönböztetve a szabad emberekhez méltó elfoglaltságoktól, a szellemi elfoglaltságoktól. Ez a felfogás öröklődött a középkorban és a koraújkorban is jelen volt. Jól lehet, a reneszánsz hozta el a vizuális művészeteknek az egyenrangúságát a szellemi tevékenységekkel, tehát kiemelte a festészetet és a szobrászatot a mesterségek köréből. Ebben döntő szerepe volt annak, hogy a művészi tevékenységnek az alapját a perspektíva, az anatómia és a geometriai arányok ismerete alkotja. Ez a szemléleti változás a művészeti akadémiáknak az intézményében öltött testet. Az elsőt 1563-ban Firenzében alapították. Az akadémiák kiszakították a művészeket a kézműves céljekből, a kézművességnek a kötelékeiből.
Ezek a művészeti akadémiák a valamivel korábban létesült irodalmi akadémiáknak a nyomdokain haladtak, hogy a régebbi műhelybeli képzésnek a tradícióját egy szisztematikusabb és elméletileg is megalapozott oktatási rendszerrel váltsák fel, ami magába foglalt bizonyos tudományos tárgyakat is, mint a geometria meg az anatómia. Hollandiában is léteztek művészeti akadémiák, ezek hát leginkább ilyen szabad művészi társulásokként képzelhetők el. 1583-ban Haarlemben alakult az első, majd a 17. században Utrechtben, de egy hasonló csoport alakult Rembrandt körül is Amsterdamban, majd pedig Hágában. A Hollandiában az akadémiák a céhek mellett működtek, tehát a festők továbbra is céhtagok voltak, mint minden más kézműves, és a legtöbb városban más kézművesekkel együtt léptek be a Szent Lukács szébe. Ugye a festőknek Szent Lukács volt a védő szentje, ezért többnyire róla nevezték el a festőket tömörítő céheket. Például Delftben, Fermer városában tudjuk azt, hogy a festők üveggyártókkal, üvegárusokkal, fajanszkészítőkkel, tapétaszövőkkel, hímzőkkel, vésnökökkel, szobrászokkal, karthüvelykészítőkkel, könyvárusokkal, metszet- és festményárusokkal együtt alkottak céhet. Tehát elég sokféle kézműves tevékenységgel, meg kereskedelmi tevékenységgel együtt szerepelt Delftben a festői szakma a Szent Lukács székben. Nézzük, hogy mit látunk a képeken a festészetnek a mesterségéről. Ez a festmény Mihály Szpérc alkotása a század közepéről a korabeli akadémiai képzésnek a menetét szemlélteti, ami a mesterségbeli alapoknál kezdődött minden esetben, és folytatódott az ábrázolásnak az egyre nehezebb és magasabb fokáig. Ezen a képen is azt látjuk, hogy jobb oldalt egy tanonc jelenik meg, aki festékanyagot őrül egy kővel. Az egyik első dolog volt, amit egy festőnövendéknek így módon meg kellett tanulnia. A többiek ugye rajzolással foglalkoznak, a rajzolás tanulása másolással kezdődött, eleinte más mestereknek a rajzait, metszeteit, festményeit másolták, majd mozdulatlan tárgyakat, antik szobroknak a gipsz másolatait. Ugye itt az előtérben jobb oldalt ilyenek vannak felhalmozva, és Fermernek a festménye is az asztalon ugye egy ilyen gipsz maszkot a tanulásnak, a festőmesterséghez szükséges tudásnak az alapját láthatjuk. Ezután következett az anatómiai figuráknak a tanulmányozás. Ugye középen láttunk egy ilyen alakot, ugye ez az izomember, tehát a emberi test izomzatát megmutató anatómiai figura, ugye két tanonc is ennek a rajzolásával van elfoglalva. Végül az élő modell után rajzoltak, illetve festettek, bal felől láthattunk egy artmodellt, amelyet ugye ez a festő tanulmányoz, és egy befejezett kép is lóg a műteremnek a falán. Tehát egy olyan festményről van szó, amely a festészet tudományát hangsúlyozza, az, hogy tökéletes anatómiai tudás szükséges ehhez a mesterséghez, ehhez a művészethez. A másik nagyon jellemző tevékenység, ami a festészet különleges tudományát hivatott érzékeltetni, az a perspektíva szerkesztésnek a gyakori ábrázolása, mármint hogy művésznek az ábrázolása, aki a perspektíva szerkesztéssel van elfoglalva. Ez Jean Dubreuilnek az 1642-ben megjelent perspektíva traktátusában látható illusztráció. A perspektíva tudomány ugye matematikai, geometriai tudáson alapult, tehát magasrendű szellemi tevékenységnek számít. És a 17. században már számos traktátus állt a művészeknek a rendelkezésére, bár érdemes megjegyezni, hogy voltak szerzők, akik azt tanácsolták a festőknek, hogy ha a perspektívikus ábrázolást valóban meg akarják tanulni, akkor inkább kerüljék a matematikusokat és a tudósokat, hanem helyette
keressenek meg földmérőket, kőműveseket, bútorasztalosokat, mert azok jártasabbak a méréseknek a tényleges mindennapi gyakorlatában. Tehát tőlük jobban meg lehet tanulni a perspektíva szerkesztést a gyakorlatban. Ezen a festményen most már egy gyakorló művésznek a műtermében vagyunk, Dávid Rijkaardnak a képét mutatom, amely azért fontos a számunkra, mert a kézműves tevékenységnek és a szellemi alkotásnak a nagyon hangsúlyos elválasztását látjuk, ami rendkívül fontos a festészet öntudatának, szellemi státuszának a megfogalmazása szempontjából. De jobbra a festék őrlését végző segédet láthatjuk, tehát a festészetnek a mesteremberi mi volta, el van különítve jobb oldalt az alkotótól. Hátul rajzott másoló tanoncot láthatunk, és középen jelenik meg az elegáns öltözetű mester, aki modell után fest éppen. Az is érzékelhető, hogy ő egy alacsonyabb rangú zsánerképfestő, tehát a korszaknak a felfogásában, a műfaji hierarchiában a legmagasabb rangot a história festők, az allegória festők jelentették. Erről szól Fermernek is a képe, azért mutatom meg kontrasztként ezt az alkotást. Míg a természet utánzónak mondott műfajok művelői, tehát a zsánerképfestők, a tájképfestők, a csendéletfestők, az úgynevezett alacsonyabb műfajok művelői közé tartoztak. Ez a művész például láthatóan egy kocsmai jelenetet fest, egy korsót és pipát tartó figurát tanulmányoz éppen. És a műterme is inkább egy fészerre emlékeztet. Ellentéte a Fermer képén látható műteremnek, annak a szinte szentélyszerű műteremnek, amit mindjárt közelebbről is meg fogunk ismerni, ahol tehát a legmagasabb ideáknak a megfestését láthatjuk, ennek lehetünk a tanulni. Abraham Bossnak a rézmetszetén egy olyan művészábrázolást láthatunk, aminek szintén sok köze van ahhoz, amit Fermer festménye mutat nekünk, mert hogy ez egy olyan műterem ábrázolás, amely a művésznek a tekintélyes társadalmi presztízsét igyekszik bemutatni a néző számára. Azt, hogy a festő fejedelmekkel, egyházi és világi méltóságokkal érintkezik. Ez a festő például 13. Lajos francia királynak az arcképét festi éppen, és az öltözete, a megjelenése semmiben nem tér el attól az elegáns, magasrangú látogatótól, aki bal oldalt látható, illetve a műterem falán elhelyezett képek is mutatják az ő magas státuszát, egyrészt ugye előkelőségeknek a portjai, illetve allegorikus, historikus kompozíciók láthatók. Ezt a magas társadalmi státuszt a 17. századi művészönarcképek is gyakran hangsúlyozzák. A múlt alkalommal megismerkedtünk Rubensnek a Kunsthistorisches Múzeumban található kései önarcképével, aki szintén ugye a kézműves fölött álló pictor doctus, a tanult festő, a tudós festő szerepében, és egyben az udvari ember szerepében mutatja be önmagát, tehát aki a festő és diplomata karrierének köszönhetően nemesi címet is szerzett, és ennek a státusznak a kellékeivel, arisztokratikus külsőségekkel ábrázolja önmagát. A 17. században még nagyon ritka az az attitűd, amelyet Rubenssel szemben Rembrandt képviselt időskorában, akinek ugyancsak a Kunsthistorisches Múzeum őrzi egy remek önarcképét, mégpedig azt, amelyen hétköznapi munkaruhát visel, és tulajdonképpen ezáltal egyenesen dicsőíti művészetének a mesteremberi vetületét. Tehát Rubens a pictor doctus szerepében látható az udvari ember, Rembrandt pedig mondhatnánk azt, hogy a pictor vulgaris, a mesterember szerepében, és ennek a méltóságával mutatja be önmagát.
Egészen különleges ez a dolog, hogy egy múzeum gyűjteményén belül ilyen szépen párba és szembe lehet állítani ezeket a nagyszerű nagyképeket. És még mielőtt e vonatkozásban ismét megnéznék Fermennek a festményét, mutatok még egy allegorikus kompozíciót is, amely ugyancsak a művészetnek a szellemi státuszáról szól. Mikiel van Mussernek a alkotása ez, valószínűleg Rachel Reuschnek, a korszak egyik híres csendéletfestő, virágfestő nőjének az arcképe ez. Ebben nem vagyunk igazán biztosak, de nem is ez az érdekes, hanem tehát nem az az érdekes, hogy személy szerint kitábrázol a kép, hanem az, hogy ez egyben egy allegorikus portré is, tehát a festőnő az egyben piktúra, tehát a festészet megtestesítője is, és a kép ezáltal a festészetnek a dicsőségét mutatja be. Oly módon, hogy nem is műteremben, hanem egy pompás márványcsarnokban helyezkedik el ez a műalak, szinte azt is mondhatnánk, hogy trónol a képnek a középpontjában, ecsetjével mutat az alkotására, és mintegy várja a nézőnek a dicséretét. Ez a dicséret nem is marad el a képen belül, mert azt látjuk, hogy egy kis szárnyas géniusz repül a feje fölött, és babérkoszorút tart föléje. A magasban pedig Fáma, a hírnév római istennője repül, kezében palettát tart ecsetekkel, ugye ezt a jobb kezében láthatjuk, a bal kezében pedig trombitát, amellyel az ábrázolt művésznő, és hát egyben a festészet dicsőségét hirdeti. Látunk még majmokat is egyébként a festőállvány mellett, a majmok a festészetnek az utánzó képességét szimbolizálják. A háttérben Minerva szobra jelenik meg, utalva arra, hogy a tudományoknak a védnöke egyben a festészet tudománya fölött is őrködik, és a gyönyörű szőnyeggel leterített asztalon paletta, ecsetek, szobrok, vaskos könyv, hegedű és kotta látható. Ezek jelzik együttesen, hogy a festészet a tudományok és a zene emelkedett szférájához tartozik. Hát ez az az emelkedett szféra, amibe Fermel is bevezet minket a Kunsthistorisches Múzeumban található képén, csak hogy nem a barokk allegóriáknak ezzel a túláradó szimbolikus arzenáljával, amit az előző festményen láthattunk. Fermel nagy valószínűséggel azzal a céllal festette ezt a remek művet, hogy a műtermének a kiemelkedő darabja legyen, tehát a műtermének a falára számhatta ezt a képet. A 17. századi festő műtermek ugyanis nem pusztán egyszerű kézműves műhelyek voltak. Rubens kapcsán is említettem, hogy a házában sok saját festményt tartott, amelyet a barátainak, az ügyfeleinek mutatott meg. Tehát ez a saját művek kollekciója, ezek a mintadarabok a saját művészi képességeinek a bemutatását szolgálták. Ezen a kortárs festményen, Berkheide alkotásán pontosan egy ilyen műtermi látogatást láthatunk. Ott van a festő is a képnek a bal szélén, palettát tartva, a festő pálcát tartva, és a helyét most elfoglalta egy műbarát vagy egy kolléga, aki tanulmányozza a Fischer elkészült képet, és egy másik elegáns öltözetű látogató is ott van a műteremben. Tehát akkoriban a művészettel való találkozásnak nem a nyilvános művészeti kiállítások, a előadások vagy aukciók voltak a színterein, mint manapság, hanem a művészet kedvelők és a művészek a műtermekben keresték fel egymást. Ez azért is volt fontos, mert a művészek ezzel előmozdíthatták a megbecsülésüket, tehát hogy így a társadalom felső rétegéhez tartozó befolyásos művészetkedvelőkkel ápolhatták a kapcsolatot. A közönségüknek, ezeknek a műértőknek, vásárlóknak pedig hát ugye így módon lehetőségük volt csiszolni a művészetekkel kapcsolatos ismereteiket, eszmét cserélni egymással, gyönyörködni az alkotásokban. Tehát a műterem
egy ilyen szerepet is betöltött a 17. században. Hillis van Tilborgnak ugyancsak a 60-as évekből származó képét mutatom, ahol valami nagyon hasonló dolgot láthatunk, tehát előkelő műértő látogatók jelennek meg itt egy festőnél. Az, hogy itt ez egy galériának, egy műgyűjteménynek, vagy egy festőnek a szobája-e, ezt nem tudjuk pontosan, de valószínűleg az utóbbi, mert ugye ott látjuk a háttértérben, a festménynek a középpontjában a palettával, ecsetekkel készülő képpel ábrázolt festőt, és a falakon pedig ugye kész képek láthatók, az asztalon egyéb műtárgyak. Tehát tulajdonképpen itt az állványnál dolgozó festő és az elegáns műkedvelők ideális társasága jelenik meg. Azért mutattam meg ezeket a képeket, mert így kell elképzelnünk azt a közeget, ahová és akiknek címezve festette Vermeer a saját alkotását is. Tehát egy olyan képről van szó, aminek az a célja, hogy képileg megfogalmazza rajta, hogy a látogatóinak, az ügyfeleinek megmutassa vele mindazt, amit a saját művészetéről gondolt. Tehát nem önarckép, hanem azt mondhatnánk inkább, hogy a művész hivatásának az ábrázolása, a hivatásának a tükre. Ez abból is látszik, hogy ugye a festő arca nem látható, névtelenségben marad, mert hogy nem az individuuma az érdekes, nem a konkrét személye az érdekes, hanem a festőművészi szerepében mutatkozik be a képen, ezt hangsúlyozza benne az alkotó. És mint mondtam, nem is műterem ábrázolása a hagyományos értelemben, legalábbis nagyon sokban különbözik a zsáneszerűen bemutatott festőműtermektől. Például ugye az előbb már Muszkertől mutattam egy alkotást, itt egy festőt ábrázol a műtermében, ugye ezek a szokásos kellékek, a paletta, lent a földön a festékes doboz, fiókokkal, rekeszekkel, a földre kiterített vázlatok, amelyek alapján készíti a festményét, vagy a tanulmányrajzok, és a már kész vagy lealapozott vásznak, amelyek a falnak vannak fordítva, és hát természetesen némi rendetlenség, ami a művészi alkotó tevékenységnek a szükséges velejárója. Ebből nagyon kevés jelenik meg Vermeernek az alkotásán, és ugyan sokban emlékeztet a holland polgári otthonoknak a nagyon kényelmes és híresen tiszta interjőrjeire, de ebben a szobában valami szinte álomszerű nyugalom, valami szokatlan ünnepélyes légkör és csend honol, tehát ebben különbözik a korszaknak a zsáneszerű műterem ábrázolásaitól. A jelenetnek a keretezése eleve azt sugallja, hogy valami rendkívüli látványban részesedünk. Ez a súlyos függöny vezeti be ugyanis a látványt. A függönynek a félrehúzása által nyílik meg előttünk ez a világ. És ezzel kapcsolatban legalább két fontos vonatkozást meg kell említeni. A félrevont függöny motívuma egyrészt a művel 17. századi szemlélőnek eszébe juttatott egy régi történetet, amely a festészet egyik legünnepeltebb képességéről, a megtévesztő természet utánlásról szól. Ez a történet nem más, mint a két legendás ókori görög festőnek, Zeuxisnak és Parrhasiosnak a festőversenyéről szóló anekdóta. Tehát abban versenyeztek egymással, hogy ki tud megtévesztő képet festeni, és a képeiket úgy mutatták be, hogy el voltak függönyözve, és a függöny félrehúzásával mutatták be egymásnak, illetve közönségüknek az alkotásukat. Amikor Zeuxis, aki egy szőlőfürtös csendéletet ábrázolt, elhúzta a függönyt a kép elől, akkor a madarak rárepültek, olyan megtévesztő valósághűséggel ábrázolta a gyümölcsöket, hogy a madarak csipegetni akartak ezekből a pompás szőlőfürtökből, ugye ezt láthatjuk jobb oldalon. És ekkor Zeuxis büszkén fordult Parrhasioshoz, hogy na, akkor most te is húzd el a függönyt a képed elől,
Párházyosz pedig közölte vele, hogy hát nem más, mint magát a képet látod, mert hogy én egy függönyt festettem, és ő lett ugye nyilvánvalóan a versenynek a győztese, mert Zeuxis az oktalan állatokat tudta csupán megtéveszteni, de Parázios magát a festőt is, az embert is. Most ez a történet eleven élt a 17. században a művészetről alkotott képzeteknek a körében, és a holland festőket is nagyon sokszor versengésre ösztönözte, és igen, elterjedtek az ilyen tromplői, azaz csali képek, például itt láthatunk egy ilyen gyönyörű tromplői virágcsendéletet, ami hát ezzel a furfanggal lepi meg a nézőt, tehát azt az illúziót kelti, minthogyha a festmény előtt lenne egy elhúzható függöny, gyönyörű szépen meg van festve még maga a függöny rúd is, a függönykarikák, és minthogyha ebben a pillanatban vonták volna félre a kedvünkért ezt a függönyt, hogy rá betekintést nyerhessünk a virágoknak a csodálatos látványába. Ez az illúzionisztikus effektus Vermeer képén is jelen van, tehát az ő festményen is a magasfokú realizmusnak a demonstrációja. Ez egy olyan festői képesség, amelyet a 17. századi holland festők kivétel nélkül szinte elérni igyekeztek. Az egyik korabeli elméletíró úgy is fogalmazott, hogy a tökéletes festmény olyan, mint a természet tükre, amely a jelen nem lévő dolgokat jelenvalónak mutatja, és megtévesztő pontossággal adja vissza. Persze érezzük, hogy Vermeernél nem puszta virtuóz mutatvány ez a függöny, és itt jön a másik fontos vonatkozás, hanem valamiképpen a misztériumnak a feltárulkozásához is köze van ennek a függöny motívumnak. Tehát a művészet egyfajta megszentelt szférája nyilatkozik meg előttünk a függönynek a félrehúzásával. Tehát egy olyan képi motívum, ami a szakrális művészetből származik, ott is jelen van. A 15. századi németalföldi festészet jeles alakjának, Hugo van der Hussnak a Jézus születése képét látjuk itt, ahol a képnek a két szélén ótestamentumi proféták húzzák félre a függönyt. Tehát itt ugye a vallásos értelemben vett revelációnak az eszköze a félrehúzott függöny motívuma. Vermeer is tehát megnyitotta a képnek a terét azzal, hogy ezt a gyönyörű kárpitot félrevonta a néző szeme előtt, majd pedig a perspektíva vonalaival irányítja a néző szemét a képnek a tartalmi középpontja felé. A képen ugyanis gondosan megszerkesztett lineális perspektíva érzékelteti a teret, és a szerkesztésnek a módszerét is ismerjük, mert hogy ezt elárulja a festékfelület alatt kimutatható szögnyom, ezt most itt természetesen nem látjuk, ezt ugye röntgenfelvételekkel lehet érzékelni, ez a korszakban egy igen elterjedt metódusnak a nyoma. Az volt ennek a lényege, hogy a festők egy szöget vagy tűt szúrtak bele a képnek az enyészpontjába, ezt most egy ilyen perspektíva képpel fogom itt érzékeltetni, tehát itt pirossal bekarikázva mutatom a centrális perspektívának a középpontját, a horizont vonalán helyezkedő enyészpontot. Ebbe kellett tehát beleszúrni ezt a szöget, és arra egy zsineget erősíteni. Ezt a zsineget a festő kifeszítette és bekrétázta, majd pedig ugye bizonyos távolságokra rápattintotta a festménynek a felületére. Tehát most itt ezekkel a narancssárga vonalakkal mutatom azt, hogy egymás után ugye ezt a kifeszített zsinort rápattintotta, az nyomot hagyott rajta, és így módon ugye tökéletesen meg lehetett szerkeszteni az enyészpontba futó egyeneseket, az enyészvonalakat. És aztán ugye ezt később ecsettelt ceruzával át lehetett rajzolni. Vermeer is alkalmazta ezt a módszert, nem az ő specialitása volt, ezt gyakorta használták a korabeli festők. Vermeer a jelenetnek a tartalmi hangsúlyai kiemelésére is használta a perspektívát, nem csak a térnek az érzékeltetésére, mert ugye a modell mellett a térkép rúd
végén levő fekete gomb alatt van ez a rögzített tenyészpont, oda mutatnak az enyészfonalak, és ezzel is irányította a néző tekintetét erre az alakra, tehát ugye ezzel is nagyobb súlyt ad neki a kompozíció összefüggésében. De nem a lineáris perspektíva az egyetlen eszköz, ami a térérzetet szolgálja ezen a képen, hanem az a dolog is, amit úgy nevezhetnénk, hogy optikai vagy modern kifejezéssel fényképszerű hatás. Ez abban mutatkozik meg, és ezt nem biztos, hogy itt fogom tudni érzékeltetni, ez így a sokszorosan közvetített reprodukció révén, de ha eljutnak az eredeti festmény elé, akkor ezt észlelni fogják. Nevezetesen, hogy a festő alakja az, amelyik éles körvonalakkal jelenik meg a képen, ugye szinte még a hajszálait is lehet érzékelni, meg a ruhájának a hasítékait is, ezeknek az éleit is pontosan, és minden, ami térben előtte vagy mögötte van, az életlenül látszik. Tehát, mint ahogyan egy fényképezőgépnek a lencséje fókuszál rá egy bizonyos távolságra, és minden, ami közelebb vagy távolabb van, az életlenül jelenik meg ugye a fényképen. Tehát ezt nevezhetjük ugye optikai fényképszerű hatásnak. Ez nem véletlen, hogy Vermeer festészetében ilyen csodálatosan megjelenik. Itt a geográfus és az asztronómus színű képeit mutatom, amelyekkel szemléltetni szeretném, hogy a 17. század azt is mondhatnánk, hogy a megfigyelésnek a kora, amelyben az empirikus tapasztalatszerzés, a látás útján szerzett ismeretek jutnak új jelentőséghez. A korszaknak a tudás vágya számos új eszköz talált fel, illetve tökéletesített, a nagyítólencse, a mikroszkóp, a teleszkóp újfajta megfigyeléseket tett lehetővé a korszak tudósai számára, újfajta tudást tárt fel az ember előtt, kibővítette a világ leírásának, megismerésének a lehetőségeit. Ezen a két képen, ezen az eredetileg pár darabot alkotó két képen a földrajz és a csillagászat ugye éppen azon tudományok közé tartoznak, amelyeknek a korabeli fejlődésében döntő szerepet kaptak ezek az újfajta metódusok. De Vermeer nem csak úgy kapcsolódott hozzájuk, hogy ezeket az elmélyült tudósokat megfestette, hanem maga is osztozott az érdeklődésükben. A tudásszerzésnek, a kísérletezésnek az egyik eszköze volt ugyanis a camera obscura, egy olyan műszer, amely emberi beavatkozás nélkül tudja a hűképét adni a valóságnak. A camera obscura sötét kamrát jelent, egy elsötétített doboz vagy szoba, amelybe a fény egy apró lyukon keresztül jut be, és a fénysugarak fordított állású képet rajzolnak ki belül az ellentétes oldalon. Tehát felül ugye láthatunk egy ilyen szobát, ahol a fának a képe fejjel lefelé fordulva jelenik meg. Akár a saját szobánkat is kialakíthatjuk ilyen kamera oszkúrával. Alul pedig a 17. században elterjedt, hordozható kamera oszkúrát, a működését láthatjuk, amelyben már egy beépített tükör is volt, ami visszafordította ezt a képet, illetve lehetővé tette azt, hogy síkfelületre kivetítsék a látott képet. Úgy tűnik, hogy Vermeer is kísérletezett ezzel a műszerrel, hogy az ábrázolásnak a lehetőségeit bővítse, kipróbálja. Fontos megjegyezni, hogy ő sohasem másolta az így nyert képet, hanem helyesebb úgy fogalmaznunk, hogy inkább a camera obscura optikai jellemzői tükröződnek az alkotásaiban. Itt például a katona és nevető lány, illetve a már mutatott Zenelecke című képeit mutatom, tehát egyes képein az arányok, a léptékkülönbsége, az előtér és a háttér közötti hirtelen váltás mutat ilyen, mondhatnánk, fotografikus hatást, tehát például az, hogy itt a baloldali festményen arányaiban a természetesnél jóval nagyobb a háttal ábrázolt katona alakja, a jobb oldali képen pedig ez a szőnyeggel leterített asztal.
Tehát tulajdonképpen egyfajta nagy látószögű ábrázolásnak az optikája tűnik fel ezeken a képeken, ami valamelyest torzítja ugye a méreteket és az arányokat. A másik dolog pedig, amit a festőművészet című képen is láthatunk, a lencsék fókuszálásából adódó élességi különbségeknek a képbe való beemelése. Tehát a festőművészet című kép is olyan, mint tehát ezek a sajátosságai hasonlatosak a Camera Obscura képéhez, a középtérre van fókuszálva, és bizonyos részek emiatt ugye életlen foltokká válnak a festményen. Ami még ugyancsak úgymond fényképészeti jellegű a képein és kimondottan ezen a festményen, az maga a festésmód. Hogy ennek a sajátosságait érzékeljük, érdemes megnéznünk azt, hogy hogyan is festettek általában a 17. századi hollandok. Két nagyon elterjedt metódust mutatok először. Ez a gyönyörű csendélet Cornelis de Heemnek a képe ugyancsak a Kunsthistorisches-ben található, pontosan abban a teremben, ahol Vermeernek a festménye is függ. Hát ugye annak jellegzetes példája, hogy az északi festészet a 15. század óta híres volt a káprázatos részletrealizmusáról, arról, hogy ragyogóan tudták a festők érzékeltetni az anyagokat, a fényt. És Vermeer korában, tehát a 17. században a művészek még több figyelmet szenteltek a ábrázolások aprólékos kidolgozására. A festészetnek általános jegye a tökéletes kivitelezés, a részletező ábrázolás. És a festők nagyon szerették a figyelmüket a finoman megmunkált holmiknak, a szépséges gyümölcsöknek a visszaadására. Jellemzőjük tehát a virtuózitás, a valóságábrázolás képességének egyfajta vitoktatása, és tehát nagyon büszkék erre a tudásukra, szeretik megcsillogtatni a képességeiket a festményeken. És hajlamosak is rá, hogy ilyen látványos és szép dolgokkal telezsúfolják a képeiket. A másik festésmód Rembrandt nevéhez köthető, az előbb már mutatott önarc képének a részletét mutatom. Rembrandtra az impasto a jellemző, tehát a sűrű, vastag festékfelvitel, a festői gesztusnak a látható megjelenése, az eltérő vastagságú festék rétegeknek a használata, tehát ugye bizonyos pontokon nagyon sűrű az anyag, tehát például itt az arcnak a csúcsfényein, az orron, vagy a ruhának a szélein, az éleken látunk ilyen vastag, sűrű festék felvitelt, ami ugyancsak egy nagyon gazdag festői hatást eredményez a nézőnek a szemében. Vermeer sem az előbbi aprólékos, tetszetős módon, sem az utóbbi nagyon dinamikus, a festék anyagát érvényre juttató festésmód használatától is tartózkodott, hanem ez a bizonyos fényképészeti jellegű előadásmód az ő jellemzője, amit azért nevezhetünk így idézőjelben fényképészeti jellegűnek, mert egyszerűen nem mutatja meg a festéstechnika nyomait, az ecsetvonásokat. Tehát Vermeer képei nincs festői textúra, egyenletes, tükörsima felületek uralkodnak ezen a vászon is, még itt, ahol ezek az életlen részletek láthatók, tehát ezek sem különülnek el plasztikus festék pöttyökként, foltokként a felületben, hanem egy tökéletes simasságba olvadnak. Szinte boszorkányos ez a technika, amit Vermeer alkalmazott, mintha valami alkímiai mesterkedés hívnája érte ezeket az optikai látszatokat, ami eltünteti azt, hogy festék és vászon van a szemünk előtt. Hát ebben a pompás látványban tehát ott ül középen az így módon dicsőített festő, az allegóriák alkotója, a magas társadalmi presztízsű, elegáns viseletű festő. Leginkább Leonardo da Vincinek a szavait lehetne mellé társítani,
aki a festészet rangját indokló eszmefuttatásában dicséri oly módon a festészetnek a mesterségét, hogy idézem, a festő nagy kényelemben ül műve előtt, jó ruhában és gyönyörű színekkel fest könnyű ecsetével, és olyan díszes ruhát vesz fel, amilyen éppen a kedvére való. Tehát, mint hogyha Leonardo-nak ez az ideális festője elevenedne meg, felmennek a vásznán. Tehát mindenképpen ugye az átlagfestő, a névtelen kézműves rangja fölé emelkedik a képen. A festészetnek, mint szabad művészetnek a művelőjeként jelenik meg a kompozícióban. És végezetül még egy vonatkozást vegyünk szemügyre, amely szoros összefüggésben van természetesen az eddig elmondottakkal, a műterem hátfalán lógó térképnek a motívumáról. A festményen látható térkép egészen pontosan azonosítható Fischernek a többször is kiadott Fermer által legvalószínűleg 1852-ben készült változata az, ami a festményen látható. Fermernek egyébként több képén is láthatunk a háttérfalakon térképeket, de ezen a festményen a legnagyobb és a legbonyolultabban szerkesztett a térkép. Gyönyörűen érzékelteti a lakkozott papírnak az anyagi tulajdonságait, tehát ahogyan a súrló fényben, az ablakon beérkező szórt fényben ez az itt-ott már meggyűrődött, felpattogzott felületű térkép megjelenik, tehát ezeket az anyagi tulajdonságokat, és hát nem utolsó sorban a térképnek a grafikai eszközeit is, amelyek a felszínt leírják. Ugye látjuk, hogy német alföldet ábrázolja, amely tengerővesz hajókkal, a térkép két szélén legnagyobb városainak a topografikus látképe sorakozik. Ezen kívül díszes kartusok, feliratok díszítik, alul pedig ugye magyarázó szöveg, tehát a korszak térképészeti alkotásai között is ugye a legrangosabb metódusú térkép típus jelenik meg Fermer festményének a hátterében. A térkép rámutat a művész kiválóságára abban a tekintetben is, hogy olyas valaki, aki hírnevet szerez szülővárosának, illetve a hazájának. A hollandok ugyanis nagyra értékelték a festőknek a szerepét a szülőföldjük, szülővárosok hírnevének a növelésében, hirdetésében. Ugye ez is egy olyan dolog, ami a reneszánszban kezdődött, az itáliai humanisták e szempontból már a 15. század óta nagyon elismerően tekintettek a kortárs művészekre, tehát városok hírességei közé sorolták a nevezetes festőket. Ezzel a gondolattal a művészeti irodalomban is találkozhatunk, hogy a két legjelentősebb 16. századi művészéletrajzgyűjtemény magyar kiadását mutassam, ugye balra Vázárinak az itáliai festőkről írott életrajzgyűjteményének a válogatása, jobbra a Karel van Mander, aki pedig az északi festőknek, a német alföld és német festőknek az életrajzát jelentette meg 1604-ben. Mindkét szerző többször is hangsúlyozza ezt a dolgot, és ez a gondolat olvasható a 17. században az egyes holland városok történetét bemutató szövegekben, kötetekben is. Hát így módon természetesen Dirk van Bleiswijk művében is, aki Delft városát, tehát Fermennek a városát mutatja be az 1667-ben megjelent kötetében, balra a könyvnek a címlapját láthatjuk, ikonográfiailag még annyiban is összefügg Fermer festményével, vagy ezen is Kliót, történetírás múzsáját láthatjuk, illetve a trombitáló Fermert, és jobb felől pedig a szövegből kiemeltem azt a részt, amelyben a szerző Delft városának a festőiről megemlékezik, és hát természetesen megemlíti Fermert is, ugye jól olvashatóan ott látjuk az 1632-ben született Johannes Fermernek a nevét. Összességében tehát azt mondhatjuk, hogy a festményen
a festészet a hírnévvel, a történelemmel és Hollandiával igen sokrétűen kapcsolódó szimbólumok, vizuális utalások keretében jelenik meg. A kép tehát egyrészt emléket állít a művészek hírnevének és tiszteletének, amit ugye a munkájukkal érdemelnek ki, ünnepli a szabad művészetek rangjára emelkedett festőt, aki nagy tetteket, nemes gondolatokat, elmés allegóriákat talál ki és örökít meg, képes tehát jelentésekben gazdag festményeket alkotni, és egyben ugye szellemi élvezetet és festői gyönyörűséget egyaránt kínálni a néző számára. Hát kívánom, hogy önök is részesedjenek ezekben a gyönyörűségekben, és mielőbb meg tudják tekinteni eredetiben is Vermeernek a csodálatos alkotását. Ennyit kívántam elmondani, és most pedig lehetőség van kérdezni. Hát kérdés nem érkezett, köszönet érkezett. Ja igen, tehát mégis van kérdés, bocsánat, tehát esett szó a festés technikájáról, erről szeretnék még hallani. Itt egész pontosan nem tudom, mire gondol a kérdező festés technika, tehát tehát olajfestményekről van szó, ha esetleg erre vonatkozik a kérdés, tehát ugye általában a 17. században már vásznakra, szinte mindig vásznakra, lealapozott vásznakra olajjal festenek a művészek. A hollandokra jellemző egy ilyen semleges, barnás vagy vöröses színű aláfestés, alapozás, amit ezen a képen is láthatunk. Általában erre készül egy előrajz. Tehát ahogy említettem is, ugye a perspektívát is megszerkesztik ezzel a bizonyos fajta metódussal. Ami még nagyon érdekes a Festőművészet című képpel kapcsolatban, illetve úgy általában Vermeer képeivel kapcsolatban, hogy a technikai vizsgálatok szinte semmi módosítást, javítást nem mutatnak ki a képeken. Tehát nincsenek rajta átfestések, javítások, amik azért általában eléggé jellemzőek a 17. századi festményekre. Ami arra utal, hogy Vermeer előzőleg nagyon precízen kidolgozta, valószínűleg egy az egyben méretű rajzokon a képnek minden egyes elemét kidolgozta. És ugye említettem, hogy nagyon kevés képek készült, nagyon lassan dolgozott, és nyilvánvalóan ez a technikai tökéletesség is ugye ebből adódik. Tehát nagyon-nagyon sok időt szánt ezeknek a képeknek a megfestésére, úgyhogy mire az az adott festék volt, oda került a vászonra, az már a lehető legtökéletesebben ki volt keverve, ki volt találva a helye, de tulajdonképpen nem kellett így módon semmit sem módosítani rajta. Mekkora az eredeti mérete a képnek? Hát egy körülbelül egy méternél alig nagyobb kép. Azt hiszem, hogy én fogok is tudni mindjárt mutatni egy olyan fotót, ha oda jutok, amin az arányokat lehet érzékelni, tehát egy interior fotót.
Bocsánat, egy pillanat. Igen. Tehát itt látható a falon függő festmény, tehát ebből lehet érzékelni a képnek a méreteit. Fermer általában nagyon kisméretű képeket készített, tehát van néhány centiméteres alkotása is, általában olyan 18-21 néhány centiméter nagyságúak a képei, tehát nagyon kicsikék, szinte miniatűr jellegű némelyik. Amelyik ilyen nagyobb méretű, az egyrészt a pályájának az elejéről származik, tehát amikor még história képeket festett, illetve itt az életmű vége felé ez az egyik, a festőművészet című kép, illetve a hit allegóriája, tehát ugyancsak egy allegorikus kompozíció, tehát itt a méretek is árulkodnak arra, hogy másfajta ambíciókat követnek ezek a festmények, mint a Fermernél megszokott több ilyen interjúr festmény. Igen, a szöggel festés, legyen szíves még egyszer elmondani. Tehát az enyészpontba kellett szúrni ugye ezt a szöget vagy tűt, arra rákötött a festő egy zsineget, ezt kifeszítette, bekrétázta, és az enyész vonalak mentén odaérintette ezt a bekrétázott zsineget a kép felületére, és ez tökéletesen kirajzolta az egy pontba futó egyeneseket, tehát a centrális perspektíva szabályai szerint készített képeknek volt ez egy nagyon jó segédeszköze. Kérdés tanítványa és hogy kikre hagyott. Tudomásunk szerint tanítványai nem voltak, sőt, még lehet, hogy mestere se volt. Tehát nagyon keveset tudunk Fermernek a pályájáról. Az is gyakran felmerül, hogy autodidakta módon tanulta meg a festészetet, és legfeljebb ellesett másoktól technikákat, ezt nem tudjuk. Egy kifejezetten magányos alkotó volt, tehát nem tartott fent népes műhelyt, nem voltak segédei, nem voltak tanítványai, de hát mivel ugye 43 éves korában meghalt, nem tudjuk azt, hogy ez aztán később nem változott volna-e. Van néhány alkotó, akire hatott, tehát a delfti zsánerkép és életkép festő közül például Peter de Hoogh, az ő nemzedékéhez tartozott, és ismerték egymást, kölcsönösen hatottak egymásra, tehát lehet azt tapasztalni, hogy Peter de Hoogh képe is hatottak Fermerre, meg Fermer képe is Hoogh-ra. Illetve mutattam ezt a Musker nevű festőt, tehát két képét is mutattam itt az előbb, aki ezt a bizonyos allegorikus kompozíciót festette, és ő neki, akkor mindjárt keresek egy képét, ami Fermernek az egészen közvetlen hatását mutatja. Tehát ez volt ez a bizonyos allegorikus kompozíció, piktúrának a dicsőítése, és megfestette a műtermét is, ami most nem tudom miért nem akar tovább. Ez az, igen. Tehát ez a festmény, ez valószínűleg pontosan a Fermer festőművészet képének a hatása alatt készült. Tehát nézzék meg, hogy szinte ugyanazokból a motivumokból épül fel ott az előtérben a kárpit, a szék, balra az asztal festészeti eszközökkel, hátul ugye a térkép, a csillár, a mennyezetről lelógó csillár. Csak hát ugye Musker hétköznapiasabbá varázsolta át, pontosabban megfosztotta inkább attól a varástól, ami a Fermer képet jellemzi, sokkal köznapibban mutatja be ezt a műtermet, tehát épp ahogy egy portréfestő alkotót láthatunk, meg is fordul ugye itt a viszony, tehát a modell van háttal nekünk, vagy félig háttal, és a festőt látjuk szemből. Tehát ilyen hatása is volt a 17. században Fermer festészetének. Ez néhány évvel később készült, mint Fermer alkotása.
Van-e még esetleg kérdés? Ha nincs, akkor még szeretném a figyelmükbe ajánlani a Kunsthistorisches Múzeumnak a honlapját, khm.at, ahol az általam elmondott három előadásnak a képanyaga javarésze elérhető, letölthető. Tehát ugye itt a Zoom rendszeren keresztül nem olyan jó minőségbe közvetetten és lekicsinyítve láthatták ezeket a képeket, viszont a múzeum honlapjáról nagyon szép nagy felbontású képeket lehet letölteni, és ezeken keresztül még jobban élvezni ezeket a csodálatos látványokat, és aztán remélhetőleg minél hamarabb sikerül ezeket a festményeket a maguk valóságában a múzeumban is megtekinteni. Akkor köszönöm szépen a figyelmüket, a további előadásokhoz remek élményeket kívánok, és hát mindenkinek jó egészséget. Viszontlátásra!